változott a Szalizi Partfest. Szóval itt ez a Szalizi Partfesztivál. Itt vagyunk a Körcsarnokban a fiatalok ünnepén Sándor István boldogavatása után. Volt ugye a boldogavatás, és a fiatalokat, akik a különböző iskolából jöttek, meg a többi fiatalt is elhozták ide a Körcsarnokba, és akkor egy ilyen délután így együtt elköltünk közösen. Éppen egy fiatalok ünnepe zajlik, azért szerveztük, hogy akik eljöttek a boldogavatásra, az ne az legyen, hogy eljött Kazincbarcikáról több száz kilométerről, hanem idejön és együtt bulizunk, ünnepelünk, megünnepeljük, hogy van egy magyar szalézi boldogunk. Te honnan jöttél pontosan? Kazincbarcikáról, jöttem a Szalézi Ferenc. Szalézi iskolából. Mit viszel innen haza, hogyha hazamész mondjuk, akkor hétfőn esetleg más lesz valami az életedben? Nem tudom. Hát megfogtál. No. Másabb lesz, hát persze, hát másabb, mivel már utaztam, többet utaztam, mivel feljöttünk már Pestre. Számodra miben példakép Sándor István? Kitartó volt. A mai fiatalok sajnos szerintem nem kitartóak, tehát valamit elkezdenek, első kudarc után azt mondják, hogy én nem folytatom, de Sándor István kitartott amellett, amit ő elhatározott, hogy a fiatalokkal szeretne foglalkozni, és tovább vitte ezt a kitartását, annak ellenére, hogy tiltották, annak ellenére, hogy bujkálnia kellett. Kitartott a gyerekek mellett, hogy neki csak az volt az első, a legfontosabb, hogy Don Boscót követhesse, és ez egy bármilyen emberre, lehet, hogy más ágon, de követendő példa, hogy kitartson amellett, amit ő akar, bármilyen árakon. Na, akkor mégiscsak itt van, hogy a kitartást az hazaviszi. Miben más teljesen a szalézi hozzáállás, mint egy hittanos közösség, vagy nem is tudom? Igazából a legnagyobb különbség az, hogy mindig fiatalokkal vagyunk, akik szervezik, akik tartják az előadásokat, mindenki fiatal, és ezért sokkal közelebb állnak hozzánk, meg a gyerekekhez. A gyerekeket a programokra oda kell csábítani, ott kell tartani, és azáltal, hogy mi olyan programokat szervezünk, ami őket érdekli, ezáltal olyan gondolatokat tudunk átvinni nekik, amik tudattalanul megragadnak. És igazából nekünk ez a feladatunk, hogy mi tudatosan olyan értékeket képviseljünk, és olyan példaképek legyünk, amik nekik a fejlődésükhöz szükségesek, hogy értékes emberek legyenek a társadalomban, értékes keresztények. A szalíziak olyan fiatalokkal foglalkoznak, akik úgymond már a második esélyt is eljátszották, és ők adnak nekik még egy esélyt, hogy szakmát tanuljanak, foglalkoznak velük, tanítják őket, és Kazincbarcikán két iskolája van a szalízi rendnek, van egy gimnáziumuk és egy szakközépiskolájuk, és mind a két iskolából 900 diák jött el erre az ünnepre. Rengeteg iskolánk van, tanítunk, de ez nincs mafu, tehát igazából azt megtanítani, hogy vezessem a saját életemet, hogy ne sodrodjak, ne kalandról kalandra hánykolódjak, hanem hogy van az életemnek egy íve, és én van benne egy tudatosság, van hogy abban hogy van helye a párkapcsolatnak, hogy van helye benne az anyagiaknak, hogy milyen a viszonyom a szomszédhoz, a munkavilágához, hogy ezeket az élet dolgokat érz szívvel, de ugyanakkor fejjel is megéljem, és ennek a harmóniájában kezd a szalízi iskolákban a számomra a cél, amire persze, lássuk be, hát sokszor nem vagyunk képesek, akár azért, mert mi magunk se tudjuk megélni, a tanáraink se tudják megélni, a világ körülöttünk szintén darabokra szedi ezt a fajta gondolkodást, de ettől még nem adhatjuk föl. Hova rohansz most? Nem sokára érkezik a rendfőnök Chávez atya és a ő fogadására. Pensa di Stefano Sándor, perché è importante per i giovani ungheresi? È importante prima di tutto perché rappresenta un modello per i giovani.
C'è una persona che invece di essere centrato su di se stesso è attento ai bisogni degli altri. E queste sono le persone di cui ho già bisogno in Ungheria. Persone non egocentriche, sono persone centrate al servizio degli altri. È un modello per tutti, credenti e non credenti. Se vogliamo una società che sia veramente umana, che sia veramente rispettosa degli altri, degna per tutti, abbiamo bisogno di persone così. Világban való helye megtalálásában, annak megőrzésében, az abban való kitartásban, abban, hogy megtaláljad, hogy te is értékes vagy, és nem véletlenül születtél ebbe a helyzetbe és ebbe a korba. Nagyon sok mindenki volt, ő szalézi, testvér, nyomdász, Szolnokon született, és egy ipari közegben édesapja Márvnál dolgozott, ő is fémmunkásnak tanult, tehát ma munkavilágából jövő fiatalember, aki ugyanakkor hitben nőtt föl, tehát mondhatjuk, hogy a nagyon még katolicitásból jön, és ezt a katolikusságnak és a megszentelt munkának az egységét mutatja fel számunkra leginkább talán. I'm